Jó estét kívánok! Önök a Több Szemközt műsorunkat látják. Ma esti vendégünk Kelemen Márton, a Maros megyei tanács alelnöke, akit a költségvetésekről, stráda helyzetről, a tanácsnak alárendelt intézmények ügykezeléséről kérdezünk. Jó estét kívánok, alelnök úr! Köszönöm szépen, hogy megfáradt hozzák. Rég nem járt itt. Van esemény szerintem. A Maros megyei tanács ugye elfogadta az idei költségvetést, amely 368 millió lej kiadással és 302 millió lej bevétellel számol. Itt bizony van költségvetési hiány is, ami abból adódik, hogy a megye idén kevesebb pénzt kap az állami költségvetésből. A hiányt az önkormányzat tartalék alapjából fedeznék, ami az államilag visszafordított, visszaosztott forrásokat illeti. A elnök úrnak van rálátása, hogy állnak a székely földi megyék ebben a tekintetben? Hát rálátásom van. Uh-huh. Konkrét számszerű információkkal így fejben nem tudok szolgálni. Ja, nem is tényszerűen, úgy, csak... De tényszerűen Hargita és Kovászna megye pozitív, jelentős pozitív mértékben, módon tudja megélni ezt a költségvetési leosztást. Maros megyéhez képest? Nem. Nem. Saját magukhoz képest. Ja, ez ugye saját magukhoz képest, tehát Tamás Sándor elnök úr is azt nyilatkozta, hogy történelmi maximumot ért el a megye költségvetése. Hargita megyébe is jelentősen nagyobb, mint az előző években. Itt ellenben Maros megyében egy elég jelentős csökkenés tapasztalható. Ugye megszabták ezt a minimális küszöböt, amit el kell érje egy megyének a költségvetése, teljesen függetlenül attól, hogy milyen gazdasági, társadalmi, egyéb dolgok működnek benne egyrészt, másrészt teljesen függetlenül attól is, hogy mekkora a lakossága, ami azért meglehetősen furcsa megközelítése a kérdésnek. Ebből a képletből Maros megye egy nettó veszteséggel, a másik székelyföldi megyék pedig nettó nyereséggel jöttek ki. Ez nagyjából ez a helyzet. Ugye ez összességében és maga az egész folyamat valamilyen mértékben befolyásolva volt, van a befolyással van a helyi költségvetésekre is, tehát nem csak a megyeiekre, hanem a helyiekre is. És bizony a helyi költségvetések, bizonyos települések költségvetéseit rendkívül megviselt ez a szabályozás. Ott is bevezették ezeket a küszöböket. Nagyon sok olyan település van Maros megyében is, és olyan magyar többségű, magyar lakta település is, amelyek semmilyen költségvetési hozzájárulást nem kaptak ezekből itt a fejezetekből. Itt a székelyföldi része, Nyárád, Küküllő, és ezek a része a polgármesterek és a tanácsosok nagyon panaszkodnak. El nem tudják képzelni, hogy hogy húzzák ki ezt az évet. Öntsünk nagyjából tiszta vizet a parba, bár nem érzem úgy, hogy érdemes belemenni részletesen, de tényszerűen a székelyföldi zónában vannak a legnagyobb nyertesei is ennek a leosztásnak Maros megyében. Igen? A legnagyobb nyertes az Erdőszentgyörgy. Uh-huh. Ő háromszorosát kapta a tavalyi költségvetésnek, ami az egy nagyon jelentős növekedés, 300%-os növekedés. Pontosabban 200%-os növekedés, 300%-os költségvetés. Nyárádszerdaváros ugyancsak kétszeresét kapta a tavalyi uh-huh. költségvetésnek. Ők is nagy nyertesei ennek a dolognak. Ugyanakkor Szovát a nagy vesztesnek tekinthető, ő nem kapott semmit ebből a részéből a költségvetési leosztásnak, ami egy jelentős mínuszt jelent a város költségvetésébe. És vannak olyan erős székelyföldi településeink, itt Ákosfalvát is említhetném, de Koronkát is említhetném. Bizonyos értelemben Nyárad Remete is csak olyan 70%-át kapta a tavainak. De ugyanakkor egyéb települések, mint Nyárádmagyaros, mint Bere, mint Vécke, mint Havad, a kis települések elsősorban pedig többet kaptak. Megmagyaráznám, milyen kritériumok alapján döntöttek ki? Vagy ez hosszú mese? Ez egy hosszú mese, ez egy képlet, de a legfontosabb, egyrészt a 2013-os költségvetési megvalósításokat vették figyelembe. A bevételek szempontjából is. Uh-huh. És ez egy rendkívül mechanikus és nem megfelelően objektív módszer, hiszen most mondok egy konkrét példát, Gyulakuta
jelentősen kevesebb pénzt kapott, mint az előző években. Neki 2013-ban volt egy egyszeri nagy bevételük, egy építkezési engedély kapcsán. Uh-huh. Egy nagy építkezési engedély kapcsán, ott a volt hőerőmű területén. Na most ebből, emiatt az egy kiadott engedély miatt, ami miatt relatív nagy volt a saját bevételük, egészen sok pénzt elveszítettek, pedig az sehol nem jelenik már egy 2015-ös költségvetésben meg. Tehát az egy egyszeri bevétel volt. Úgyhogy ez egy rendkívül mechanikus módszer volt, ami nem tükrözi megfelelően dolgot. Amire a kis települések elsősorban nyertesek voltak, az pontosan az, ami miatt a kisebb megyék is nyertesek lettek. Eldöntöttek egy minimális küszöböt, ami alatt nem lehet egy önkormányzatnak a költségvetése. Ez másfél millió lej. Na most ez a mi kis településeink esetén is, és mondjuk, ha csak a saját házunk táján nézünk körül, akkor Székelyföldön mondhatnám Havadot és Véckét, Székelyföldön kívülről mondjuk mondhatom Mezőbodont és Bükköst. Ezek olyan kicsi települések, amelyeknek a költségvetése nem közelítette meg ezt, objektív és szubjektív okokból is. Nekik ez mind nagy pluszot hozott, ami nagyon jó. Egyértelmű, hogy nekik jó ez a dolog. Ettől függetlenül összességében nem tudok feltétlenül egyetérteni ezeket a dolgokkal, hiszen azok a településeink, amelyek erősek és nagy költségvetéssel dolgoztak, és amelyek most nem kaptak semmit ezekből a fejezetekből, azok nem csak nagy költségvetéssel dolgoztak, és sok volt a bevételük, hanem sok volt a kiadásuk is. Egy csomó olyan projektjük van megkezdve, ahol önrészek, stb. Kapcsán ezeknek a pénzeknek megvolt a helye. Tehát azzal, hogy ezt megszüntettük, ezzel bizonyos értelemben nagyobb gondot okoztunk ott, ahol elvettük, mint amekkora pozitívumot hozott ott, ahol megkapták. Úgyhogy mindenképpen úgy gondolom, hogy valamivel jobban átgondoltan és kiegyensúlyozottabban kellene ezeket a dolgokat megoldani. Figyelembe kéne venni a kiadásokat is, az Európai Uniós projekteket és egyebeket is. Egyébként a képletbe bele volt építve néhány ilyen elem is, de ez ilyen egymásra épülő képlet volt, és bizonyos szintig nem jutottak el. Tehát először mondjuk a másfél milliós küszöb volt, amikor elosztották a pénzt, ami e fölött maradt, ment egy következő lépésre. Ez így lépésről lépésre ment, az Európai Uniós meg egyéb projekteket, ha jól tudom, akkor semmilyen módon nem tudták figyelembe venni, hiszen nem jutott addig pénz. Na de visszatérve, a megye eléggé megviselten jött ki ebből a gyakorlatból, egy olyan nagyjából 60 millió lejjel kevesebbet kaptunk, mint az előző években. Az előző évben, ami azért egy nagyon jelentős összeg. Természetesen új lejről beszélünk, tehát azért sok-sok-sok millió, mindegy 15 millió euróval kisebb a megye költségvetés, ami mindenképpen jelentős. Ezt most pillanatnyilag, és mert úgy gondolom, hogy ez azért pontosan így nem fog maradni, ezért indokoltnak is tartom, hogy most a tartalék alapból valamilyen módon befoltoztuk ezt a lyukat a költségvetésen. Meg kell lássuk majd, hogy a következő években hogyan fog ez a rendszer alakulni. Még egyszer mondom, ennek vannak pozitív hozadékai is, de mindenképpen jelentős finomításra van szükség ahhoz, hogy mindenkinek elfogadható legyen. Igen, na de mindezek ellenére az idén kedvezően alakult az alárendelt intézmények költségvetése. A Megyei Múzeum 1.400.000 lejjből gazdálkodhat, a Megyei Könyvtár, illetve a Filharmónia egyenként 400.000 lejjét fordíthat kiadásaira. A Maros megyei... Befektetésekre helyesbítenék. Befektetésekre. Jaj, ez fontos. Befektetésekre. Mert a teljes költségvetésük mindenképpen jóval nagyobb. De a befektetési összeg valóban... Jaj, világos befektetések. Igen, és akkor tovább menve, a költségvetésben szerepel tovább a telekíték a dísztermének a felújítása, illetve jelentősen megnövelték a szociális és gyermekvédelmi igazgatóság költségvetését, a tavalyi keret többszörösét kapta meg, ha így igaz. Így igaz. Ugye nagyon sok irányból kell szétosztani a megye költségvetését, és bizonyos értelemben mindig is egy ilyen prioritizálási játékról, egy nagy idézőjelekkel és egy nagyon komoly játékról van szó, de mindenképpen prioritizálni kell, ha valahonnan elveszünk, van hova tegyük, mindig figyelembe kell menni. Na most a nagyon sok éven keresztül a
az alárendelt intézmények, főleg a kulturális intézmények, de például a gyermekvédelmi és szociális igazgatóság is, nagyon kis százalékát kapta meg azoknak az igényeknek, amelyeket megfogalmazott. Egyszerűen azért, mert... Hát kérni lehet. Így van, így van. Na most ettől függetlenül ezek a kérések általában indokoltak és megalapozottak voltak. Jó, csak nem egyszerűen nem lehetett valamilyen objektív vagy szubjektív megfontolásból. Nem jó, esetleg. Nem, soha nem jut mindenhova. Soha nem ez tény. Ellenben, amikor erről a dologról beszélünk, mondjuk itt a kulturális intézményeknek a befektetési oldaláról, mondjuk vagyok a Filharmóniától 400 ezer lét említett, az a 400 ezer lé az csupán az, amivel hangszert vásárolhat a Filharmónia. Azt kell tudni, hogy sok-sok éve nem lett a hangszerállomány felújítva. A Filharmónia esetén ugye talán a legfontosabb eszköz mégiscsak a hangszer. És mivel 65 éves ünnepi évadot tart a Filharmónia, ezért indokoltnak is tartottam, hogy a kulturális intézmények ráadásul alárendeltek. Indokoltnak is tartottam, hogy egy jelentősebb költségvetésből tudjanak gazdálkodni. Én határozottan úgy gondolom, hogy ahhoz képest, hogy milyen alapállásból indultunk el, ez a költségvetés pozitív. Tulajdonképpen mindenhova jutott pénz, nem mondhatom azt, hogy az útprogramot vagy az infrastruktúrális beruházások oldalát jelentősen csorbítottuk annak érdekében, hogy az intézményekhez pénz jusson, de ettől függetlenül bizonyos értelemben az ilyen nagy befektetésektől vontunk el bizonyos kisebb összegeket, amelyek révén nagyon nagyot tudunk változtatni az intézményeknél úgy, hogy minimálisan szólunk bele ezekbe a nagy programokba. Melyek lennének azok a nagy beruházások, amik nem, mondjuk... Ugye minden évben a kátyúzásra, az útprogramra, az aszfaltszőnyegekre, stb. Rengeteg pénzt költünk el, az idejében is körülbelül 60 millió lej a teljes útprogram. Ugye nagyon sok, több mint 700, majdnem 800 km megyei utat tartunk fenn, amelynek folyamatosan nagy költségei vannak, folyamatosan be kell avatkozni. Ez normális is, szükség is van rá, de mondjuk egy kilométernyi út árából rengeteg kicsi lyukat be tudunk tömni egy csomó olyan helyen, ahol már tarthatatlaná válik a helyzetet. Ilyen van. Így van, és ilyen szempontból a prioritásokat meg lehet azért fogalmazni. Mondjuk a Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság esetében itt több mint 100 ingatlanról beszélünk. Ilyen különböző házak, ahol kint laknak gyerekek, betegek, mindenki. És itt ugye mindenki, aki fenntart lakást, házat, garást, akármit, azt tudja, hogy folyamatosan vannak olyan dolgok, amiket javítani kell. Amikor éveken keresztül nincs az embernek költségvetése a javításokra, akkor az az ablakszem már nagyon rég ott van megrepetten. Aztán megnézheti magát. Az eső beesik, romlik a gerenda, mert nincs, nem lehet kicserélni a cserepeket, stb. Tehát ilyen kicsi javításokra nagyon szépen össze tud gyűlni egy hatalmas kiadás, hogyha nagyon sok ingatlanról beszélünk. Ebben az esetben konkrétan erről is van szó. Tehát gondolom, hogy ez egy pozitív költségvetés, bízom benne, hogy a befektetéseket meg tudjuk valósítani. Tudni kell azt, hogy egy csomó olyan közbeszerzési eljárás elé nézünk, amelyek nagyon erősen el fogják húzni az időt. Sajnos a közbeszerzési szabályozások annyira komplikáltak és annyira könnyen támadhatóak, hogy nagyon elhúzódhatnak tőlünk teljesen függetlenül is. Tehát, hogyha folyamatosan megtámadja valaki az erről jut eszembe, és mert hogy megint nagy stráda őrület van Romániában, mindenfelre építik a strádát, most már nem is győzzük kapkodni a fejünket, hogy merre nyíloznak el a vonalak, akkor emlékeztetném a elnök urat, hogy pontosan egy éve az Észak-Erdélyi autópálya két Maros-megyei szakaszára urbanisztikai engedélyt írt alá Ciprián Dobré tanácselnök. A két engedély a stráda, a Marosvásárhely, Marosugra, illetve Marosugra és Maroskece, azaz a Maros és Kolozs megye határáig terjedő szakasza volt. Na ebből idáig érthető, de ezentúl semmit nem értünk megint, mert hogy semmit se látunk. Hát
Most hát ez a megyei tanács, erről beszélgethetünk, de igazából mint két nem közvetlenül érintett ember tudunk erről beszélni, hiszen a tanácsnak jelentős befolyása az autópályatépítésekben nincs. Jó, de azért csak érdekeltek önök is ebben. Hát határozottan érdekeltek vagyunk, mint mindenki. De nem a mi befektetésünk. Akkor valószínűleg tartom, hogy másképp mozogtunk volna ebben a témában. Ez de drágos. Amit, hogy önt idézzem, a Stráda ürület kapcsán biztosan tudunk, az az, hogy ez a szakasz, a gyakorlatilag Aranyosgyéres, Marosvásárhely, illetve Dózsa-György község szakaszt illeti. Itt megvoltak a közbeszerzések, ki lettek hirdetve a nyertesek. Négy kis szakaszra van felosztva ez az útszakasz. Erről úgy gondolom, hogy most már nagy biztonsággal kijelenthetjük, hogy meg lesz. Nincs miért magyarázzam azt, hogy a Maros megyeieknek, Marosvásárhelyeknek miért fontos az, hogy ez az útszakasz megépüljön. Tehát ilyen szempontból ezt úgy nagyjából lezárt történetnek tekinthetjük, ami a megvalósulás pontos időpontját illeti, ez felvet egy csomó kérdést. Elvileg 2016 végére ígérik, hogy ez az útszakasz meg lesz. Ha figyelembe veszük azokat az ígéreteket, amelyek elhangoztak különböző autópálya szakaszok megépítésével kapcsolatban, akkor elképzelhető, hogy bizonyos értelemben csúszni fog, de ez meg lesz. Ami az autópálya programot és az országos nagy hálózatot illeti, ugye itt folyamatos spekulációk, és ide-oda csiki-csukit játszottak, nyilván. Itt tulajdonképpen lesz, nem lesznek utak. Ezt nem nagyon kommentálnám. Én mindenképpen úgy gondolom, hogy Vásárhelynek és a Székelyföldnek is nagyon jó és nagyon fontos lenne, hogy megépüljön a Vásárhely-Jászvásár, azaz JAS autópálya. Hiszen ez egy kapcsolatot jelentene nem csak Erdély és Moldova, de mindenképpen mondjuk Maros-szék és Gyergyószék között is. A Gyergyói medencével gyakorlatilag összekapcsolódna a Kükülömente, és ez egy jelentős kapcsolatot jelentene, ugye a Székelyföldön belül is. Igen. Tehát ilyen szempontból én határozottan támogatni tudom ezt a kezdeményezést. Itt lesz egy csomó nehézség, védett területeken halad át az út, ezeket meg lehet oldani, ezeket a problémákat, de kezelni kell, és meg kell foglalkozni velük, hogy ne mérgesedjen el ez a helyzet. Ezek véleményem szerint mind megfelelően kivitelezhetők és megoldhatóak, csak úgy kell velük foglalkozni. De hogy valóban meg lesz ez az út, vagy sem, ezt ebben a pillanatban nagyon nehéz megmondani. Megértem. Az RMDS számára is, és Maros megye számára is biztos, hogy benne egy prioritás, és amennyire lehet, támogatjuk. Igen. A napokban olvastam egy hírt, azt hiszem éppen az RMDS portálon, hogy a mezőgazdasági és vidékfejlesztési alap önkormányzatokra vonatkozó várható kiírásait ismertették pályázati szakértők a háromszéki polgármesterek körében. Sógor Csaba, EP képviselő vezette a témát, az RMDS erdélyi képviselője elmondta, találkozó célja az volt, hogy 2014-2020-as időszakban várható önkormányzatoknak szóló pályázati lehetőségekről tájékoztatást nyújtson. Na most idézném a politikust. A következő költségvetési ciklus pályázati lehetőségei még kidolgozás alatt állnak, de már körvonalazódik, hogy mire lehet számítani. Úgy vélem rendkívül fontos, hogy idejében felkészüljünk ezekre annak érdekében, hogy az erdélyi magyar falvak is több pénzt tudjanak lehívni falufejlesztésre és közösségfejlesztő célokra az újabb pályázati időszakban. Ezt csak azért idéztem így, mert egyebet sem olvasunk 20 év óta, mind ilyen szövegek. Ez nem föltétlenül Sógor Csaba nyakába varrom, de semmi konkrétum. Segíteni kell a falusi társadalmat, falufejlesztésre, de semmi konkrétum. Tessenek pályázni, de hogyan? Na, ilyen tekintetben hogy állunk Maros megyében? Ez érdekes, hogyha ön 20 éve olvassa az Európai Uniós alapokra való pályázást, amikor 2007-ben léptünk be az Unióba. Elég erősen meglepő, de na jó, igen, most megfogott, de hát nyilvánvaló, hogy voltak azelőtt is ilyen
nézem. Szép ígéretek, hogy mi lesz, ha belépünk az Unióba. Na hát beléptünk itt nem, az Unióba. Nem csak ígéretekről van szó. Itt azért, tehát... Miben tudnak önök segíteni? Ide akarok kiukadni a falusi társadalomnak, hogy az emberek tudjanak pályázni. Gondolom ez a itt most tisztázunk valamit. Úgy látom, hogy itt egy csomó dolog keveredik. Ön részben az önkormányzatoknak várható, önkormányzatok számára várható kiírásokról beszél, részben arról, hogy az embereknek segítsünk abban, hogy pályázzanak. A kettő az teljesen különböző dolog. Az mert emberek, hogy? Amik a magánszemélyek pályázhatnak, az egy dolog. Igen. Amit az önkormányzatok pályázhatnak, az egy teljesen külön alap, itt az önkormányzatokról volt szó. Önkormányzatok esetében azt mondani, hogy csak szövegeket hallottunk mondjuk Maros megyében, ez... Igen. Én nem általános, szóval nem, én általánosítottam, nem csak éppen Maros megyét vettem. Mindegy, de hogyha csak szövegeket hallottunk, akkor ez tulajdonképpen rendkívül meglepő. Tehát itt sok Európai Uniós alapból végbe menő nagy pályázat volt a megyében is. A hulladékgazdálkodástól elkezdve, a víz és szennyvízen keresztül sok minden. Ezen kívül ott voltak olyan vidékfejlesztési, és gondolom, nagyjából erről lehetett szó, nem tudom, hogy pontosan találkozom, miről van szó, olyan vidékfejlesztési és egyéb alapok, mind az eléggé elhíresült 322-es pályázat. De azt is, jó pár település Maros megyéből is megnyerte, és jelentős fejlesztéseket lehetett véghez vinni. Ott vannak a LIDER programok, amelyek ugyancsak Európai Uniós alapok, ráadásul önkormányzatok és magánszemélyek számára is hozzáférhetőek bizonyos értelemben, úgyhogy ez visszakapcsolatunk oda, amiről beszélt. Jó, akkor és a provokációnak a kérdésemet. És a nyárád, provokációnak vettem, azért válaszolok. És a nyárád és Kükkülő mentén is jól működő LIDER csoportjaink vannak. Fogja. A nyárád menti, megjegyzem, hogy talán az ország legjobban működő LIDER csoportja. Az önkormányzatok is elég sok kisebb-nagyobb befektetésre, és bizonyos magánszemélyek, vállalkozók is hozzá tudtak férni különböző pályázatokhoz, fogorvosi rendelőkre, mezőgazdasági beruházásra, vendéglátóipari egységre. Jó pár ilyen dolog történt mondjuk a Nyárad mentén is, a Nyárad menti LIDER beszámolójából vettem most ezeket ugye fejből. Ezt kigyorsan meg tudom erősíteni, én is. Tehát ilyen szempontból az, amikor azt mondjuk, ez egy... Sokan hajlamosak rá, hogy itt igazából csak halljuk ezeket, sok lehetőség van. És azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon sok minden függ attól, hogy ki áll az önkormányzat mögött, és ki hogyan áll hozzá. Ugyanis nem véletlen az, hogy vannak olyan önkormányzataink, amelyek szinte minden pályázati kiíráson nyernek. Azt szoktam mondani egyik nagyon... jól teljesítő, és nagyon elremedeszes kollégám, és nagyon jó barátom is, Simon István, a Szentpáli polgármester, azt szoktam mondani, hogy a lényeg a pályázatoknál nem az, hogy amikor kiírás megvan, akkor elkezdjük írni a pályázatot, hanem amikor kiírás megvan, akkor beadjuk. Tehát neki kész projektjei vannak, elő van készítve minden, ő csak azt várja, hogy megjön egy lehetőség, és ki tud venni a szertárból egy olyan elképzelést, amely beletalál ebbe a rendszerbe. Most ilyen szempontból az ilyen jellegű információk, hogy mégis mi várható, rendkívül fontos, mert akkor nagyjából abba az irányba tud az ember készülni, abba az irányba is, amelyben a lehetőségek fognak megnyílni. Itt mindig felmerül az, hogy az ember stratégiai alapon fejleszt egy települést, akkor az elképzelés alapján csinálja meg a terveket, és megpróbál arra szerezni finanszírozást, vagy megnézze a finanszírozási programokat, és azokra ír pályázatot. Ez egy nagyon reaktív módja a településfejlesztésnek, de sajnos pusztán stratégiai módon nem mindig lehet gondolkozni, pragmatikus szempontokat figyelembe véve. Ennek a két megközelítésnek az egyvelege az, ami talán a leginkább jó irányba terelheti a dolgokat. Elnök úr, az időnk lejár, de gyorsan-gyorsan egy kérdés, amit meg kell kérdeznem, rövid válasz erejéig, tekintettel, hogy a helyi sajtó sokat foglalkozott vele, nézzük meg, mi a sorsa a marosvásárhelyi bürgerháznak, vagyis az aranykakas vendélőnek. Sem a polgármester hivatal, sem a Maros megye tanácsa nem osztja a Peti András alpolgármester azon nyilatkozatát, miszerint a helyi önkormányzat kézbe veszi az omladozó aranykakas ügyét. Ön egyébként azt mondta, hogy van fontosabb műemlék, amire pénzt kell költeni. Így igaz. Vagy nem így igaz?
Kontextusból kiragadva ez nagyon rosszul hangozhat. Én azt magyaráztam el egy civil fórumon, egy civil fórumon, hogy a megyei tanács, így van, hogy a megyei tanács költségvet, hát a megyei tanács gondoskodnia kell egy csomó olyan műemlékről, amelyek talán fontosabbak, mint az aranykakas. Most, hogyha nagyon röviden kell válaszolni, az, hogy a polgármesteri hivatal és a megyei tanács nem ért egyet Pejtő Andrással, az így nem feltétlenül igaz. Az, hogy a polgármester és a megyei tanács elnöke, mint egy kinyilatkozta, hogy nem ért egyet vele, az igaz. Lássuk, hogy az önkormányzati... Értem, én azért hívtuk be, hogy ezeket tisztázzuk. Jó, jó. Tehát azért mondom, hogy lássuk, hogy a helyi tanács mit fog dönteni ezzel kapcsolatban, lássuk, hogy a megyei tanács mit fog dönteni, hogyha arra kerül a sor. Én azt mondtam egy megbeszélésen, és fenntartom ezt a dolgot, hogy abban az esetben, hogyha a városi tanács kinyilatkoztatja a béli igényét, hogy kisajátítsa a bürgerházat, és erre egy megfelelő tervet dolgoz ki, hogy mire akarja használni, akkor én kezdeményezni fogom a megyei tanácsba, hogy ez közhasznúvá legyen nyilvánítva. Ugye a kisajátítás folyamata, ez gyakorlatilag úgy kell ezzel, hogy közhasznúvá kell nyilvánítani azt a célt, azt a projektet, programot, amit meg akar valósítani a kisajátító, ebben az esetben a helyi önkormányzat. Tehát a megyei tanácsnak, a megyei önkormányzatnak nincs pénze arra, hogy kisajátítsa, illetve felújítsa ezt az épületet, de hogyha van ez irányú szándék a helyi önkormányzat részéről, és ez Peti Andrásnak van egy kezdeményezése, meg látjuk, hogy maga az önkormányzat, maga a városi tanács hogyan fog dönteni ezzel kapcsolatban, de hogyha úgy dönt, hogy mennek előre, akkor részemről meg fog próbálni segíteni nekik. Pont. Köszönjük szépen, hogy itt járt, várjuk máskor is szívesen. Nagyon szépen köszönöm, Önökkel a jövő héten a megszokott időben viszontlátásra.